Kedves résztvevők, szeretettel köszöntök minden egybegyűltet Brüsszelből, az Európai Parlamentből. Elnézéseteket kérem a digitális jelenlétem miatt, a korlátozás utazási lehetőségek okán sajnos nem tudtam hazautazni Magyarországra. Örülök azonban, hogy legalább távolról tudok csatlakozni. Köszönöm szépen Margónak a meghívást és a rendezvény megszervezését. Gratulálok még egyszer a kezdeményezéshez. Európai parlamenti képviselőként mindig azt az álláspontot képviselem, hogy a környezetvédelem terén szavak helyett tettekre van szükség, mert csak tettekkel tudunk bármit is elérni. Különösen büszke vagyok ezért arra, hogy Magyarország elkötelezte magát amellett, hogy ne csak uniós, de tagállami szinten is elérje a klímasemlegességet 2050-re. Egy cél teljesítése érdekében meghirdettük a klíma- és természetvédelmi akciótervet is, amely konkrét cselekvéseket határoz meg annak érdekében, hogy Magyarország széndioxid kibocsátása 2030-ra 55%-kal csökkenjen, 2050-re pedig klímasemleges országgá váljon. Ezen célkitűzések teljesítése napjaink legnagyobb kihívása és egyben lehetősége is. Ez azt jelenti, hogy minél hamarabb határozott lépésekre van szükség. Összességében elmondhatjuk, hogy jó úton haladunk ahhoz, hogy teljesíteni tudjuk az uniós zöld megállapodás ambiciózus céljait. Ám ha 2050-re tényleg el szeretnénk érni a klímasemlegességet, akkor még ennél is többet kell tennünk, és gyorsabban kell haladnunk. Hogy nekünk nőknek mégis milyen szerep jut ebben? Egész Európában a fenntarthatóság oktatása sajnos kidolgozatlan. A gyakorlata most van kialakulóban, a fogalom tisztázásra és értelmezésre vár. A fenntarthatóság eszméjének ezért a közgondolkodás részévé kell válnia, és rendszerűen illeszkednie kell a társadalmi-gazdasági modernizációs folyamatba, s itt ránk nőkre jelentős szerep vár. Ami a környezettudatos életmód népszerűsítését illeti, itt is számos kormányzati és uniós intézkedést hoztak, de még ennél is tovább kell lépnünk. Az európai parlamenti képviselő munka engem mindenképp csak tovább erősített abban, hogy a nemzeti és az európai szintű politizálás közvetlen hatással vannak egymásra, és egymást közvetlenül alakító tényezők. Azaz, úgy hozhatunk Brüsszelben felelős döntést, hogy annak jelen és jövőbeli hatásait is ismerjük, és egyúttal annak valamennyi következményét is vállaljuk. Ami biztos, az az, hogy a környezetvédelmi méltányosság, egészségtudatosság terén Európának többre kell törekednie. Összességében kijelenthetjük, hogy a klímasemlegességre és a bolygónk egészségének megőrzésére vonatkozó célunkat erős és ellenállóképes gazdaságra kell alapoznunk, de először is meg kell teremtenünk ennek az átmenetnek az anyagi fedezetét. E gondolatokkal kívánok nektek sikeres napot, további hasznos és előremutató beszélgetéseket, és még egyszer köszönöm Margónak a meghívást, köszönöm a megtisztelő figyelmet.